Megoldódik a magyarországi mesterképzésre jelentkező romániai diákok helyzete, jelentette be Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere a Tusnád nyári szabadegyetemen. A diákok eddig azzal szembesültek, hogy jelentkezéseiket nem fogadták el a magyar felsőoktatási intézmények, mivel nem tudták az alapképzés elvégzését igazoló diplomájukat felmutatni, csak a tanulmányok elvégzését igazoló bizonylatot. Újságírói kérdésre reagálva Balog úgy fogalmazott, a kérdést elsősorban a a román hatóságoknak kellene feltenni, mert náluk jelentkezik az anomália. Az érintett diákok már jelezték szerkesztőségünknek, megkapták a visszajelzést, hogy elfogadták pályázataikat.